csatára. A szent szabadság oltalmára zendőr kazányú csattog a kar. Ez lelkesíti csatára a magyar. Föl-föl látjátok lobogómat, indulj utánam ropogóhat. Édes hazánkért hősi vérünk, ontjuk, hullatjuk, nagy bátran még érünk. A Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület kórusának dalcsokra színesítette a Somoskői István honvédszázados Somoskői sírjánál tartott városi megemlékezést, mely egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó idei Salgótarjáni programok nyitó eseménye is volt. A megemlékezésen elsőként Bódi Györgyné doktor, a Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület elnök helyettese köszöntötte a résztvevőket. A koszorúzás jelen esetben fejet hajt Somoskeő István, honvédszázados, Klapka György szánsegédje előtt, és megemlékezésünkben jelen van Zsemlinszky Rezső is, bányamérnök, bányaigazgató, aki BEM tábornok utászcsapat tisztje volt, hasonlóan harcolt, számüzetésben is élt, a szabadságharc leverését követően, de megemlékezünk az egykori medvesaljai résztvevőkről, a Salgótarján település önkénteseiről és gerilla csapatai előtt is. Bódi Györgyné beszédében megemlékezett egyesületük közelmúltban elhunyt két tagjáról, az örökös elnök Braun Józsefről és Szemes Béla elnökségi tagról is. Ezután a hagyományoknak megfelelően Molnár Károly önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet. A magyarság számára 1848. március idusa immár 176 éve a legnagyobb nemzeti ünnep, országhatáron innen és túl. Emlékezés és tisztelgés a szabadságharc hősei előtt, miközben folyamatosan igyekszünk tőlünk tanulni, sorsukból erőt meríteni, és példájuk alapján egyfajta szilárd emberi tartást és kitartást elsajátítani. Ez az egyik olyan ünnep, amelyet világnézettől, politikai meggyőződéstől, erkölcsi felfogástól, kulturális ízléstől, társadalmi helyzettől, kortól és nemtől függetlenül szinte minden magyar a magáénak érezhet. Ennek titka minden bizonnyal az, hogy annak idején Pesten Petőfi és a Pilvax kávéházi fiatalok, az egyetemi diákok, az utcai járókelők, a vásározó parasztok, a pesti városháza derék polgárai és a budai helytartótanács sápat urai, a Táncsicsot börtönéből kiszabadító polgárok és nemesek, a Nemzeti Színház lelkesült színészei és közönsége mind ugyanazt akarták. Békét, szabadságot és egyetértést. Molnár Károly kiemelte, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban soha nem látott és azóta is fájdalmasan hiányzó egységbe kovácsolódott a magyarság. A képviselő ünnepi beszéde végén köszönetet mondott a Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület hagyományápoló tevékenységéért is. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták Somoskői István honvédszázados sírját.